Mai vendégünk dr. Kanász Nagy László, a Karcagi Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa, önkormányzati képviselő. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Ilyenkor, amikor egy életpályát mutatunk be, mert hiszen ez a kitüntetés, ez egy hatalmas elismerés, kicsit azért az előző éveket, évtizedeket is bemutatjuk az adott személynél, és abszolút arra is fókuszálunk, hogy hogyan kezdődött, hol végezte tanulmányait, miért lett orvos? Debrecenben tanultam, gimnáziumi éveimet pedig Hajdúszoboszlón töltöttem, ekkor már biológia érdekelt, biológiai szakon végeztem a középiskolát is. Már az elején, középiskola elején eldöntöttem, hogy valami ilyesmi pályára szeretnék menni, elsősorban orvosi pálya vonzott. Azt nem tudom miért, mert a családban nem nagyon volt hagyománya az orvosi pályának, de megszerettem is a gondolatot, és aztán a néhány osztálytársammal együtt az Orvos Egyetemre jelentkeztünk. Egy kicsit ambivalens voltam, mert nem volt elég önbizalmam ehhez az Orvostudományi Egyetemhez. Úgy gondoltam, hogy ha az első vizsgám nem sikerül, ez pedig biológiából volt évvégén egy szigorlat, akkor elmegyek artószerelőnek. De aztán 5-öst kaptam, úgyhogy ezzel megindultam ezen a pályán, karrieren is. Hát ugye elég sikeresen, hál' Istennek, megszeretve a gyógyítást sikerült elvégeznem a Orvos Egyetemet 1983-ban. És hát az akkor október 3-ától dolgozom itt a karcagi, akkor még városi kórházban. Az első nap a 7. emeleten mutattak be a Selmeci Pál főorvos úrnak és a kollégáinknak, és hát azóta is ott vagyok. A 7. emeleten dolgozom gyakorlatilag folyamatosan, hát most már a jövőre 40 éve lesz, úgyhogy igen, csak eltelt az idő. Hát ilyen nagyon nagy köszönet azért, hogy talán észrevettek, vagy méltónak találtak valakik, akik ugye erre a díjra jelöltek, és hát köszönet azoknak a grémiumoknak, akik meg is szavazták végül is a megyei díjat a számomra. De azért én úgy érzem, hogy ez nem az én egy személyi kitüntetésem. Tehát ez ugye az orvosi munka az nem egy egyedülálló munka, még egy házi orvosnál sem. Rengeteget köszönhetünk a kollégáinknak, a szakdolgozóinknak, kiváló asszisztensek vesznek körül a szakrendelőben, a kiváló nővéreink vannak az osztályon, főnővéreim példanélküli kiváló szakemberek, akik hát az osztályvezetés szinte minden gondját leveszik a vállamról, úgyhogy könnyű életem van, én úgy mondom, mert nagyszerű csapat vesz körül, és a kölcsönös tisztelet, kölcsönös bizalom, meg hát a nagyon jó munkakapcsolat, jó hangulatú munkakörnyezet az, ami összetart minket, és szerintem így lehet igazán pozitív körülmények között ezt a nehéz munkát végezni, ami sokszor azért frusztrációkkal, hát rosszul sikerült esetekkel, sajnos szomorú történetekkel is, de nagyon sok örömmel és sikerrel is szegélyezett pálya. Egy igazi csapatmunka az ön hivatása, és nyilván itt kicsit úgy érzi, hogy nem csak ön, hanem a többiek is részesültek ebben a díjban. De hogyan fogadta, amikor megtudta az első gondolat, ami volt? A legelső gondolatom az volt, hogy ezt inkább poszthumusz kéne adni. Ugye, tehát nem voltam ott, amikor erről a döntés született, illetve már csak az önkormányzati ülésen hallottam róla. Hát örültem neki nyilván, mert azért ez nagyszerű dolog, hogy felfigyelnek az emberre, hogy azért csak letett valamit. Másrészt egy ilyen ambivalens érzés is ez, mert ez ugye az életműdíj gyakorlatilag. Hiszen 40 éve fog jövőre dolgozni, és adódik is a kérdés ennek kapcsolatban, hogy
Ilyenkor van még olyan terv, elképzelés, amikor ennyire sok évtizedet is eredményesen végig dolgozott? Hát nyilván a karcagi kardiológia megmentése ez a legfőbb cél, hogy az azért megmaradjon, mert ugye mondom, most egy ilyen struktúraváltás lesz, hogy annak minél nagyobb szelete meg tudjon maradni. Ugye lehet, hogy a kardiológiai rehabilitáció az áldozatul esik ennek a átalakításnak, nem tudjuk még, de minél nagyobb szeletét lenne jó megmenteni a kardiológiai ellátásnak, és hát kellene, nagyon kellene valaki, aki jön, és utána csinálja, folytatja, vagy még kitanulja ezt a szakterületet. Ugye hát alapvetően három kardiológus dolgozik most a kórházban, ugye rajtam kívül a utánam szakvizsgát tett Király József főorvos úr, aki hát ugye szintén ilyen szakvizsga halmozó, tehát ő anesteziológus is, belgyógyász is, kardiológus is, hát ő főleg az intenzív osztály is az a műtéti altatásokat végzi, a főállása ebből áll is egy napot rendel a kardiológián, de hát nyilván ő is ott van munkaidőben, ha ilyenre akutan szüksége van valamilyen kardiológiai ellátásra. És hát Nagy Erika doktornő van még, aki legutóbb hagyta el tőlünk az osztályt, és kiment körzeti orvosnak Tiszafüredre, mert ő Tiszafüredre járt be minden nap. Hát szült két gyönyörű gyereket, és hát mondjuk meg érthető, hogy nem akart már 40 kilométerekre eljárni minden nap dolgozni. Úgyhogy ő már csak egy napon jön, és szintén a szakrendelőben dolgozik, de ebbe segít nekünk, sőt, Tiszafüreden is indult egy kardiológiai szakrendelés, ahol hétfői napokon indította be ezt a kardiológiai munkát, és hát bővül ennek a rendelőnek és a felszereltsége, és valószínűleg szépen kialakul majd az ellátás ott is. Ezek a segítségek vannak, de ugye nagyon kellene osztályos orvos, nagyon kellene teljes mellszélességgel kardiológiát ellátó orvos a kórházba. Egyelőre csak én vagyok ilyen. De ezt egyszerű hallani, hogy egy ilyen hatalmas elismerés átvételét követően is még mindig van az a bizonyos motor, ami hajtja önt. Igen. Természetesen hát ugye nem lehet magára hagyni a szakmát, meg főleg a szakmában dolgozókat. Ugye ez is egy nagy felelősség, hiszen hát ugye az osztály vonzásában azért 20-25 dolgozó van a kórházban, akiknek nyilván ez a munkahelye is. És ugye itt munkahelyek megmentéséről is szó van. Nem csak a betegellátás feltételeiről. És itt adódik a kérdés, hogy főorvosként dolgozik, önkormányzati képviselőként is számos feladata van. Amikor szabad ideje adódik, akkor azt mivel tölti? Hát leginkább az unokáimmal szeretem, és a párommal nyilvánvalóan. Szeretek otthon lenni egyébként, szeretek kertészkedni, de az nagyon leköt és pihentet a kerti munka. Persze elfáradok, de máshogy szellemileg pihentet. Szeretek gitározni, bár én őket elhanyagolom, de hát kell szeretek úgy aktívan foglalkozni sok minden más mellett. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, és mindenkinek jó egészséget kívánok!